A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság minden ősszel felülvizsgálja az árvízvédelmi szakaszokat. A megyei védelmi bizottság elnöke Kozma Péter személyesen is tájékozódott a jelenlegi állapotokról. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult a Tisza védvonalán. A legfontosabb az, hogy befejezéséhez közeledik a Beregi árapasztó tározó. Ennek keretében megépülnek a töltések. 65 darab új műtárgy létesül, illetve újul meg. Megújult a tiszaszarkai szivattyútelepünk is. Ez nagy mértékben fogja az árvízi biztonságot javítani a jövőben. De ezek a beruházásoknak nem csak árvízi célja van, hanem komoly vízgazdálkodási létesítményrendszer jön ezáltal létre. Képesek leszünk a vizek többletét és a vizek hiányával kapcsolatos problémát is kezelni. Jelenleg az országhatártól országhatárig terjedő beregi árvízvédelmi töltés állapotát vizsgálták a szakemberek. Ez a szakasz Tarpától egészen Lónyáig tart, több mint 60 kilométer hosszú. Ellenőrizték a töltéseket, a gátőrök felkészültségét, a védelmi eszközök, illetve anyagok meglétét. A katasztrófa védelem is soros üléseket tart jelenleg 13 járásban, ahol ár- és belvízi felkészüléseket tartanak a sikeres védekezés érdekében. Ezeknek az alapja egy kiépített logisztikai rendszer. Elsősorban a veszélyelhajtási terveket kell folyamatosan felülvizsgálni, ezen kívül pedig a települési vízkárelhajtási terveket kell nekünk felülvizsgálni. Természetesen nagyon fontos az, hogy a településeken tudják azt, hogy milyen nyomvonalon, milyen ideiglenes védművet kell képíteni, ehhez milyen szükséges erők, eszközök kellenek, és akkor, hogyha bekövetkezik véletlenül egy olyan helyzet, amikor a védekezést meg kell kezdeni, akkor már a település felkészülten tudja ezeket a feladatait végrehajtani. A fejlesztések következő lépése egy teljesen új híd építése Tivadarnál. A tervet a szakemberek már elkészítették, egy sikeres közbeszerzés után a könnyebb vízlefolyás érdekében kevesebb pillérrel épül majd meg az új híd.